Üdvözlök szeretettel benneteket, és nézzük meg akkor a mai igei hirdetést. Álmaid otthona, második rész. Ezek után láttam, ime nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és tőzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Jelenések 7 és 9. Egy másik fontos kérdés, ami felmerül az álmaink házába, költözés kapcsán. Milyen emberek élnek a környéken? János a látnok a menny örömeiről ezt írta. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és tőzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálma ágak, és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányi. Jelenések 7, 9 és 10. Max Lucado barátjának, Joynak a történeték, a történetét beszéli el, aki vasárnapi iskolai tanító volt. Egy Barbara nevű félénk 9 éves kislány járt a csoportjába. Barbara hátrányos helyzetű gyermek volt, és elszegényedett város részből, és Lucado azt írja, Barbara problémás családi élete miatt félénk is bizonytalan volt. Hosszú heteken át, míg a barátom tanította őket, Barbara sohas nem beszélt. Soha. Amikor a többi gyerek csacsogott, ő csak üldögélt, amíg a többiek énekeltek, ő csak hallgatott. Míg a többiek kuncogtak, a kislány csendben volt, mindig ott volt, mindig figyelt, mindig szótlan volt. Még nem egy napon Joy a mennyről tanított. Beszélt arról, hogy meglátjuk Istent. Arról, hogy nem lesz könny, és nem lesz halál. Barbara elragadtatva hallgatta. Le sem vette tekintetét Joyról. Szomjasan itta a szavait. Aztán jelenkezett Mr. Joy. Joy elképett. Barbara még soha nem tett fel kérdést. Igen, Barbara. A 9 éves kislány azt kérdezte. Mennyországba mehetnek olyan lányok, mint én? Igen. A menny a barbaráknak készült. És neked. Igen. És neked. Így van.
Hát igen, ez megható, szép, szép volt. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a csodás történetet. Igen. Nagyon szép, igen. Hónap jelentkezem a harmadik részével ennek. Minden nap olyan szépek vannak ebben a folyóiratban, olyan biztos ti is imádjátok, szeretitek, igazi bátorító üzenetek minden napra. Hát valójában nagyon-nagyon szépek ezek a történetek, és igaz dolgok ezek, meg még amíg ebben vannak, persze ez nem mesék, ezek, mert úgy gondoljátok, ez valóság, tehát Isten létezik, és az ő ország az csodálatos. Akinek sikerül, hogy bejusson a mennyeknek az országába, az nagyon-nagyon jó dolga lesz ott. Tehát kevés is mondani azt, hogy jó dolga lesz, hanem csodálatos, elképesztő. Végtelen szél jobb, mint hogyha az ember nem ismeri meg Istent, vagy ilyesmi. Tehát igen, kell törekedjünk arra, hogy higgyünk, és úgy cselekedjünk. Úgy éljük az életünket ezen a földön, hogy oda kerüljünk Istenhez, mert nálunál jobb hely nincs sehol. A pokol az az ellentéte, tehát a szörnyű, borzasztó hely. Tehát oda senki ne kerülj. Oda az nem jó. Kevés azt mondani, hogy nem jó arra a helyre. Tehát az valami borzasztó, szörnyűséges hely, inkább mondjuk úgy. Na jó, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Sanyika voltam, minden jót, és hamarosan akkor éli adásba találkozunk, és szép délután addig is minden jót. Sziasztok!